Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. A szerb államfő az évértékelő sajtótájékoztatóján egyebek mellett azt mondta, hogy a január 1-e után világra jövő második és harmadik baba után a családok további 100 000 dináros egyszeri támogatást kaphatnak majd. A 16. életévüket betöltött és 29 évtől nem idősebb polgárok is örülhetnek, hiszen ők további 100 eurós állami támogatásra számíthatnak, amire januárban lehet majd beadni az igénylést. Évértékelőt tartott Topolya község polgármestere. Szatmári Adrián összességében sikeresnek ítélte meg a mögöttünk álló esztendőt. Köszöntöm a sajtó képviselőit Topolya község önkormányzatának sajtótájékoztatóján. Kihívásokkal teli, de eredményes időszakként tudom értékelni az elmúlt időszakot, a 2021-es évet. Idén is még jelen volt a koronavírus járvány, és ha nem is olyan mértékben, mint 2020-ban, de még most is hatással volt életünk minden területére. Több nagy beruházás is korábban kezdődött el, közülük néhányat sikerült befejeznünk ebben az évben. Új projektumokat is kezdtünk ebben az évben, és a folyamatban lévők mellett vannak már újabb terveink is. Topolyán szeptemberben nyílt meg az ország egyik legmodernebb labdarúgó stadionja, melyre büszkék vagyunk. A sport fontos szerepet tölt be községünkben. Október 17-én költözhettek be a tanulók a Topolyai Diákotthonba, mely jelentős lépés a középiskolai oktatás szempontjából. Jelen pillanatban 80 tanulónak ad otthont ez az intézmény, de biztos vagyok abban, hogy jövőre teljes kapacitással fog működni a diákotthon. Ezt a projektumot a Tartományi Nagyberuházás Igazgatóság eszközeinek és a községi költségvetésből előirányzott eszközöknek köszönve tudtuk megvalósítani. Az önkormányzat megközelítőleg 52 millió dinárral járult hozzá a beruházás megvalósításához, ami nagy mértékben fogja segíteni az oktatás minőségbeli javulását. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mind a három középiskola tanulói pályázhatnak a kollégiumi elhelyezésre. Az idén fejeződött be a városi szennyvíz tisztító építése, decemberben pedig el is kezdődött annak próbaüzeme, mely eddig fennakadás nélkül zajlik. Ez az objektum környezetvédelmi, kommunális és gazdasági szempontból is jelentős hatással lesz községünkre, és napi szinten közel 1400 köbméter szennyvizet fog ez a berendezés megtisztítani. A szennyvíztelep kiépítése összesen 626 millió dinárba került, mely összegből 526 millió dinárt a Tartományi Nagyberuházás Igazgatóság, 100 millió dinárt pedig a községi költségvetésből biztosítottuk. Ezzel párhuzamosan építettük ki a városi szennyvízhálózat fő gyűjtőcsatornáját is, mely a szennyvíz tisztítóig vezet. Az utolsó kb. 2 km hosszú szakasz kivitelezési munkálatai novemberben fejeződtek be. A medence építési munkálatai folytatódnak, és hamarosan befejeződik az első fázis. Majd a következőben az építési finom munkálatok és az épület gépészeti felszerelése fog következni. Tovább folytatódik az egykori hotel épületének építése. Magyarország kormánya a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-n keresztül támogatja ezt a projektumot, valamint a községi költségvetésből is láttunk elő erre eszközöket. Az épület egy művelődési, közigazgatási, közösségi épületkomplexummá fog válni. Az épület egyik részében fog helyet kapni a községi közigazgatás, a másikban pedig egy 59 férőhelyes kollégiumot alakítunk ki. Megkötöttük a szerződést a Szerbia Gáz vállalattal, ennek értelmében Topolya község egész területén kiépül a gázvezetékhálózat, azokban a falvakban is lehetőség lesz a földgázzal való fűtésre, ahol eddig nem volt elérhető. Ezt a projektumot teljes mértékben a Szerbia Gáz közvállalat finanszírozza, és a tervek szerint a jövő év első felében kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok. Az autós kemping közművesítése is megtörtént. Kiépítettük a vízvezetéket, a recepciót, a toalettet és a zuhanyzókat, mindezt egy IPA projektumnak köszönve. Nem csak a nagy beruházások voltak jelentősek a 2021-es évben, mert számos egyéb feladatot is sikerült megoldanunk. Egyebek mellett felújítottuk a főtéren található Szent Keresztet és a Szent Háromság szobrot. Megújult a tér világítása is. A tóparton egy új mólót építettünk, a többit pedig felújítottuk. Továbbra is támogatjuk az egészségügyet, a szociális védelmet, a civil szervezeteket, a művelődési egyesületeket, a sportot, mezőgazdászokat, az egyetemistákat és a középiskolák utaztatását is. Folyamatban van a Belgrád-Budapest gyorsvasút kiépítése, mely községünket, Topolyát is érinti, és hamarosan elkezdődnek a munkálatok a vasút ezen szakaszán.
Bizonyára mindez hatással lesz a község infrastruktúrájára, kereskedelmére és idegenforgalmára is. Mindezt sikerként könyveljük el, és ezekből tudunk erőt meríteni a további ötletekhez, feladatokhoz. A következő évre összeállítottuk a községi költségvetést, melyben minden tervünkhöz előláttuk az eszközöket. Egyebek mellett az egykori hotel rekonstrukciójára, de ezen kívül a kanalizációs hálózatot is szeretnénk bővíteni a város területén, és első lépésként a tervdokumentációt kell kidolgozni, amely folyamatban van, és jövő év októberáig kell, hogy elkészüljön. Így lehetőség lesz további 45 km csatornahálózatot kiépíteni, ami újabb nagy előrelépés környezetvédelmi szempontból, de a kommunális szempontból is. Bővíteni és felújítani szeretnénk a vízvezeték hálózatot, valamint egy kút felszerelésére is biztosítottuk az eszközöket. Folytatjuk a medence építését, az autós kempinget továbbfejlesztjük, szeretnénk felújítani és rendezni a városi parkot, ebben az esetben is a tervdokumentáció kidolgozása az első lépés, majd utána megkezdődhet a park revitalizációja. A nyílászárók cseréjére vonatkozó pályázathoz is láttunk elő eszközöket. Fontos a község minden településének kiegyensúlyozott fejlődése, fejlesztése. A falvak többnyire a vízhálózatuk felújítását, az utak aszfaltozását látták elő terveikben. A Topolyai tópart, a Pacséri és a Bácskos útfalvi fürdő és a Bajsai medence is kiváló lehetőség a fürdőturizmus fejlesztésére, erre is építünk, fejlesztünk. Fontos részét képezik a falvak a község működésének. Igyekszünk nagy figyelmet fordítani minden településre. Úgy szeretnénk alakítani, hogy mindenki a saját prioritásai mentén tudja megvalósítani terveit, és egységként működjön az egész község. Elégedett vagyok a mögöttünk álló év eredményeivel. Folyamatosan értékeljük az elvégzett munkát, de főleg ilyenkor, év végén. Sokat tettünk ebben az évben annak érdekében, hogy fejlődjön a község. Fontosnak tartom a következetességet és a folytonosságot, a megkezdett projektek megvalósítását prioritásként fogjuk kezelni. Vannak további elképzeléseink és céljaink, ezeket fokozatosan a lakosság igényeivel és szükségleteivel összhangban készítjük elő és valósítjuk meg. Idei évi utolsó ülését tartotta a Topolyai Községi Képviselőtestület. A községi költségvetés 2022-es évre vonatkozó tervezeteit is elfogadták a képviselők. Szatmári Adrián polgármester az ülést követően elmondta, hogy az 1,4 milliárdos keretben előirányozták a fejlesztésekre és a tervekre is az eszközöket. A már korábban megkezdett, valamint az új projektekre is biztosították a pénzt. A megkezdettek közül a fedett medence első fázisának befejezésére, valamint az egykori hotel épületének a felújítására is elő lett irányozva a pénz. Az új projektek közül kiemelte, hogy elkészítik a tervdokumentációt a városi park rendezésére, valamint a csatornahálózat bővítésére vonatkozólag is. Utolsó idei évi ülését tartotta a községi képviselő testület, Szatmári Adrián polgármesterrel beszélgetünk. A 13. testületi ülésen a testülettagok megerősítették, azaz elfogadták Milorad Teszlics községi tanácstagnak a lemondását. Teszlics úr volt az egészségügyel és a szociális védelemmel megbízott tanácstag. Ezt a funkciót, ezt a posztot a jövőben Marina Kreszmánovics fogja betölteni, és ő fogja továbbvinni ezt a tárcát. Marina Kreszmánovics eddig megbízott igazgatóként dolgozott Topolya község turisztikai szervezetében. A turisztikai szervezet élére pedig Marina Popovicsot választotta a községi képviselő testület. A testület ülésen elfogadásra került a 2022-es költségvetési tervezet is. A költségvetési nettó keret 1 milliárd 407 millió dinárt tesz ki, és a jövő évi költségvetésben előirányoztuk az eszközöket a megkezdett projektumoknak a befejezésére, vagyis folytatására. De új projektumaink is vannak. Amikor a megkezdett projektumokról beszélünk, akkor szeretném kiemelni a fedett medence első fázisának a befejezését, valamint a valamikori hotel épületének az átalakítását. Mindkét projektumra biztosítottuk az eszközöket a költségvetésben, de új projektumaink is vannak, amint ezt említettem. Mégpedig szeretnénk felújítani a városi parkot. Ebben az esetben az első lépés a tervdokumentációnak a kidolgozása lesz, majd utána megkezdődhet a városi parknak a revitalizációja. Készül már a tervdokumentáció a csatornahálózat bővítésére vonatkozólag. Ennek a tervdokumentációnak köszönve további 45 km csatornahálózat épülhet ki majd a városban.
és ennek a tervdokumentációnak a következő év októberáig kell, hogy elkészüljön. Erre is irányoztunk elő eszközöket a költségvetésben. A helyi közösségek legfőképpen a vízhálózat modernizációjára és az utak aszfaltozására láttak elő eszközöket, és a költségvetést a költségvetési felhasználók által meghatározott és megszabott prioritások alapján dolgoztuk ki. Ezen kívül döntés született még az egyetemisták ösztöndíjazásáról szóló határozatnak a módosításáról. A jövőben azok, akik a mesterképzést hallgatják, mesterképzésen vesznek részt, ők is pályázhatnak a költségvetési eszközökre. Eddig erre nem volt lehetőség, csak azok tudtak pályázni, akik az alapképzésen vettek részt. Döntés született még a népszavazás kiírásáról is, mégpedig a helyi járólék bevezetésére vonatkozólag az Entagunarasi helyi közösség területén. Erre a népszavazásra február 20-án fog sor kerülni. És hogyha összegezni szeretném az elmúlt évet, akkor azt mondanám, hogy egy kihívásokkal teli nehéz év volt ez is, mégis egy sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Én két fontos projektumot szeretnék kiemelni erre az évre vonatkozólag. Az egyik a Diák Otthonnak a megnyitása, amely október 17-én megnyitotta kapuit, és jelen pillanatban 80 diáknak ad szállás lehetőséget. Biztos vagyok abban, hogy ez az intézmény tovább fogja minőségbelileg javítani a középiskolai oktatást a községünkben. Valamint szeretném kiemelni azt, hogy a szennyvíztisztító is elkészült, és a szennyvíztisztító decemberben megkezdte a próbaüzemét, amely eddig zökkenőmentesen működik, és nagyon sikeresnek mondható. Szeretném kihasználni az alkalmat egyben, hogy mindenkinek áldott békés karácsony ünnepeket kívánjak, boldog új évet, és mindenek előtt jó egészséget. Évzáró összejövetelét tartotta a topolyai gazdakör. A tagok és a szimpatizánsok mellett meghívták a szakembereket is, akik ebben az évben is segítették a gazdálkodók munkáját, hasznos tanácsokkal látták el őket. Bábi Lajos, a topolyai gazdakör elnöke elmondta, hogy a járványhelyzet miatt tavaly nem tartottak téli előadásokat, de a közeljövőben tervezik azt, ha a járványhelyzet is lehetővé teszi. Tomik Nimród, a gazdakör alelnöke ismertette az egész évre vonatkozó jövőben terveket, és mindketten elmondták, hogy februárban, ha a járványhelyzet engedi, megtartják majd a hagyományőrző disznóölést is. Thank you.
A topolyai oltóponton december 31-ig a szokásos terminusban 11 és 16 óra között dolgoznak, majd december 31-én 11-től 13 óráig. Január 1-e, 2-a és 3-a munkaszüneti nap lesz. Azok a polgárok, akik korábban ezekre a napokra kaptak idézést, utólag megkapták az új dátumot. Január 6-án ismét 11 és 13 óra között dolgozik majd az oltópont, január 7-én pedig újra munkaszüneti nap lesz. Az egészségház igazgatónője dr. Illés Csilla elmondta, hogy az úgynevezett COVID rendelő változatlan munkaidővel 7 és 17 óra között tart nyitva, az ünnepek idején pedig a sürgősségi szolgálat megerősített ügyeletben várja a sürgős eseteket. A kishegyesi Világos Adrianna lett Szerbia legsikeresebb fiatal sportolója. A 17 éves gerelyhajító lány Belgrádban vette át a napokban az elismerését, és ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés számára. A Szerbiai Olimpiai Bizottság egy év kihagyás után hirdette ki a 2021-es rangos díjak nyerteseit. A legeredményesebb sportolókat, csapatokat és edzőket is jutalmazták. Szilveszter napján az egész ország területén tavaszias időre lehet számítani, 10 és 16 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Egy hideg front is érinti azonban térségünket, ezért helyenként viharossá fokozódhat az északnyugati szél. Szombaton sokfelé szeles, de napos időre van kilátás. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében további jó tévézést és egyben boldog új évet kívánjak Önöknek.